Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki nézi a Vérlovagok csatornáját, meg mindenki mást is, aki egyáltalán rátalál erre a videóra. Egy nagyon-nagyon ünnepi pillanat, a 10. Petőintézetes motorozás veszi kezdetét, és ezt szeretnénk végig megörökíteni nektek. Innen indulunk a Villányi út mellől, a Petőintézettől, és az itt levő fiatalokat, kisgyerekeket viszi el rengeteg önkéntes motoros, tehát ez az esemény is immáron 10. éve szól az önkéntességről egy körre Budapesten belül, hogy örömet szerezzünk nekik, semmi más célja nincs az egésznek, csak hogy a gyerekeknek egy minél maradandóbb élményt tudjunk szerezni. Elől indultak viszonylag ismertebb emberek, akik szintén ugye motoroznak. Talán láttátok őket, aztán jönnek a trájkok. Oldalkocsi. Tedd le kérlek, mert videózom. Tedd le, légy szíves, köszönöm. Mi most itt végig várjuk, hogy mindenki kijöjjön az udvarról, ez nem lesz egy rövid idő, aztán szépen beállunk a menetoszlop végére, és utána igyekszünk menet közben végig menni mindenki mellett. Hogy menet közben is azokból a motorosokból és azokból a boldog kis utasokból, akik itt részt vehetnek ezen az eseményen, minél több mindenkit meg tudjunk nektek mutatni. Az arcokat tessék nézni. Itt semmi más nem számít, csak az arcok, a gyerekek arcai. És egyébként hozzáteszem, hogy nem csak a gyerekek arcai, hanem a motorosoké is, mert egy olyan hihetetlen lelki töltődés, jó magam egyébként már a legelsőn is itt voltam 10 évvel ezelőtt. Nem mindegyiken tudtam részt venni, de nagyon sokszor voltam itt, és elképesztő élmény motorosként is, meg emberként ezeknek a fiataloknak örömet szerezni. Természetesen végig biztosított útvonalon megy a petős motorozás, legelejétől mindig is így volt. Ó, van ott zene, meg minden van. Van, aki pusztán az élményén jön el, hiszen olyan motorja van, hogy nem is tud rá utasülni, de akkor is részt vesz ezen az egész eseményen, mert hogy egyszerűen jó itt lenni. És ezért vagyunk itt mi is egyébként. Sokan! Sokan. Nem tudom. Na és akkor itt jönnek a mi kollégáink is. Azokra a vérmotorokra, vérszállító motorokra, amelyiken van lábtartó és van gyerekszállítási lehetőség, oda tettünk ugye utasokat, de hát van itt olyan motorunk is, amelyik nem tud utast szállítani, mert olyan felépítés. Vagy éppen van olyan motorunk, amelyik konkrétan ügyeletben van, és tudjuk, mert hogy éppen szűrik a vért bent a Karolina úton, tehát tudjuk, hogy nem sokára riasztása lesz, és el fog indulni Balassa gyarmatra, egészen konkrétan. Már a trájkok jönnek, tehát ez valószínűleg a menetoszlop vége, és én úgy látom, hogy itt is van a vége, úgyhogy akkor elindulunk mi is, és megyünk szépen a csapat végén. Itt az elején, aztán utána majd szépen előre szivárgunk, és igyekszünk minél több résztvevőt menet közben is megmutatni nektek. És az arcokat nézzétek, itt semmi más nem számít.
kicsit gyorsítunk, hogy a motorosok végét utolérjük. De itt a tuktukok nagyon lemaradtak a kikanyarodás után. De már megvan a vége, ugye bakcsomópont is biztosítva. Mi pedig egy kicsit megállunk itt már, mint hogy lelassítunk, és mutatjuk nektek, hogy hogy zajlik ez. Varahati átadta a mellényét is az utasának. Van útvonalbiztosítós motor is, tehát tényleg aki tud, az ilyenkor részt vesz ezen az eseményen. És az útvonalat a rendőrök azok végig lezárták nyilvánvalóan, hiszen ugye ezeket a kis fiatalokat máshogy biztonsággal nem lehet végigvinni. Kicsit lehúzódok, mert jön hátulról polgárőrmotor, meg rendőrautó is. Na, ő lehet, hogy nem velünk van, viszi a kaját valakinek, nehogy éhen vesszen.
És innen most már látszik a menetoszlop eleje, de hát azért az még jó idő lesz, mire mi oda előre arra szólunk. Na, itt élvezzétek picit a hangot! Bocsánat, egyébként, hogy ennyit forgatom a fejem, csak például az alagútban folyamatosan kellett néznem a tükröt, hogy hátulról jön-e villogós jármű, hogy onnan időben félre tudjak húzódni, és ne legyek útban neki. És hát ugye, ahogy látjátok, a polgárőrök is nagyon sokat segítenek a biztosításban. Amint látjátok, ugye úgy van az egész felépítve, hogy mivel a Pető intézetben ugye olyan fiatalok vannak, akiknek sok esetben a mozgás maga egy komoly kihívás. Vannak közöttük olyanok, akik egyszerűen nem tudnak biztonságosan kapaszkodni egy motoron. Tehát ezért van gyakorlatilag kizárólag nagy túramotor, háttámlával, dobozzal, stb. És ezért vannak itt a trájkok meg a tuk-tukok, hogy akik aztán meg már végképp nem tudnak még mondjuk egy ilyen Goldwingre sem fölülni, mint amikből itt most körülöttünk van egy rakatnyi, azokat viszik el, azokat a gyerekeket viszik el, például a trájkokkal, oldalkocsis motorokkal és a többivel. És hát van olyan is, látjátok, akit például csak úgy lehet motorra ültetni, hogy a konduktora konkrétan mögé ül, és így hárman ülnek egy motoron. Itt ebben az élethelyzetben még ez is elfogadható és elfogadott évek óta. Lássátok azt, nézzétek meg azt a boldogságot, nézzétek meg! Mi kell ennél több az életben? És igen, itt van, aki nincs bukós isek, és ez itt most senkit nem zavar. Ez nem normál közlekedési helyzet. Hát sokan azért jönnek csak el, hogy fotózzanak.
Mond Trike, elől lesznek majd még oldalkocsisok. Majd másik hídon! Szerintem a Szabadság hídon! Bocsánat, kicsit előrébb megyek, mert jön hátulról villogós jármű. Van még elektronyos is. Itt minden motor megfér egymás mellett. Látjátok, ahol nincs hátul dobozott, hátraül a konduktor. Lassan előre fogunk araszolni a menetoszlop elejére. Telefonomon nem kapcsoltam ki a Bluetooth-t, azért vannak néha a pittyögések. Azt az örömet, azt a gyönyörűséget, azt nézzétek meg. Hát azt hiszem, hogy idén is nagyon megköszönhetjük Császár Klaudiának, meg mindenkinek, aki támogatta ezt a rendezvényt és részt vesz benne, hogy ez létrejöhetett. ...2021-ben már 10-szer. Egyébként hihetetlen, hogy repül az idő, de hát ez van. Igen, jól emlékeztem, hogy a Szabadság hídon megyünk vissza. Oldalkocsi teljesen kihasználva, tessék nézni. Csak kövesse a többieket, semmi probléma nem lesz. Oldalkocsiból van kettő. Ilyen nagy kontraszttal. Egy R90, megmondhatjuk, hogy egy őse. De például, aki az oldalkocsiba ül, kislány. Oldalkocsiba, aki ül, kislány, őt például sehova máshova nem lehetett föltenni. Tehát ott az indulás előtt őt konkrétan el kellett helyezni. Tehát őt külön jelezték, hogy nem tudják még trike-ra sem fölültetni, mert hogy zárt helyre be kell tenni a lábait.
azért ülő például az R90-nek az oldalkocsijában. És akkor itt már trájkok, tuk-tukok. Tedd le, légy szíves! Tedd le, légy szíves, visszahívlak majd! És lassan meg is érkezünk a sor elejére. Ahol én majd igyekszem ugyanúgy félreállni, amikor visszaértünk, úgy, hogy a visszaérkező motorokon ülő gyerekek arcát még egyszer meg tudjuk mutatni nektek. Úgy, és akkor én ugyanide szépen betolatok. És innen akkor tudjátok nézni, ahogy visszaérkezik a csapat.
És ehhez nem kell kommentár. Sem a gyerekek arcához, sem a felnőttekéhez. Mélyeket lélegeztél végig? És szerintem itt a vége, mert most már nem jönnek motorok a Villányi útról.
Még a mi sürgősségi vérszállító motorjaink is begurulnak. Na, Krisztiánnak a végén még nem kellett elindulni Balassagyarmatra, akkor majd. Mentőmotorunk is van. És itt az oszlop vége. Sárga villogós autó zárja. Nagyon szépen köszönjük a szervezést, hogy ismét itt lehettünk ezen a csodán, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. A jó ég áldjon meg mindenkit. Sziasztok!